Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker Andrea vagyok, és ez pedig a Nap híre. És mielőtt belevágnék, szeretném tájékoztatni Önöket, hogy május 7-én Robert C. Castell lesz a vendégem itt Kecskeméten, mégpedig délután 6 órakor kezdődik a közönség találkozónk a Híros Konferencia teremben a Kiskörösi út 5 szám alatt. Nagyon reméljük, hogy minél többen ellátogatnak erre a rendezvényre. Az ultrahang.tv weboldalon lehet regisztrálni. Ez egyébként egy rendhagyó ultrahang, hogy lehet nem is annyira rendhagyó, csak túlságosan sok a program, amit az ultrahang ebben a két hónapban megszervezett, és így nekünk is az ölünkbe hullott ez a lehetőség, hogy ide látogat személyesen Robert C. Castell, és természetesen gondolkodás nélkül kihasználjuk. Egyébként pedig erről és arról, hogy hogyan értékelődik fel egyre jobban minden egyes személyes találkozás, egy bejátszást szeretném, hogyha megnéznének, amit pénteken, a múlt héten vettünk fel a Hit Rádió stúdiójában. Ez le is ment a Hit Rádiónak az élő adásában, az Igazság Ligája címmel, és nyilván nem ennyi van benne, de most jelen pillanatban a múlt hét eseményeit tekintve ez egy nagyon fontos rész, amiről szeretném, hogyha Önök is tudnának. Ennek megfelelően szeretném elmondani, hogy mindenki, aki eljön egy ilyen személyes találkozóra, az a létjogosultságunkat támogatja, és azt a munkát, amit minden szembeszéllel és minden ellenkezéssel szemben próbálunk elvégezni. Elindítom ezt a felvételt, és minden jót kívánok Önöknek, vigyázzanak nagyon magukra. Holnap jövök újra a Nap hírével, regisztráljanak addig is, és nyugodtan kommenteljenek, mondják el a véleményüket, és hát legyen nagyon szép napjuk, a viszonthallásra. Hát nem állom meg, hogy akkor nem mondjam el, hogy azért az Andit két nappal ezelőtt a YouTube elkezdte korlátozni a Hit Rádió csatornáján, és az Andinak egy tartalma, egy gyűlöletbeszédnek minősítették, és azt a figyelmeztetést kaptuk, hogy ha még egyszer ilyen történik, akkor egy hétig nem tudunk közzé tenni tartalmat, ha meg még egyszer, akkor törlik a csatornánkat. Nyilván nincsenek illúzióink, ez előjele annak, hogy itt előbb-utóbb változások lehetnek a YouTube-nál is. Ezek a személyes találkozók pont arra jók, hogy lehet, hogy már egy platformon sem engedik a tartalmainkat közzétenni. Most meghallgattam aztán, hogy mit minősítettek Andinál gyűlöletbeszédnek, semmi gyűlöletbeszéd nem volt benne. Utána kértem az Andrist, hogy egy leíratot is, van egy ilyen mesterséges intelligenciával működő program, ami egy leírja szóról szóra, most már egész jó magyarsággal, amit az Andi mondott. Azt csak is jó elolvastam, ez a mesterséges intelligencia. Elolvastam, hogy hát abból sikerül megérteni, hogy mi a probléma. Nyilvánvalóan ugye a PSTV-vel ez már megtörtént. Én azt látom, hogy előbb-utóbb ez bekövetkezhet nálunk is, ne így legyen, de ez a realitása. Azzal, hogy közösséget építünk, azzal szerintem egyúttal még a szólásszabadságot építjük egy darabig, hiszen ott legalább, ha valahol a helyszínen vagyunk, akkor nem nagyon tudnak korlátozni. Nekem nagyon megdöbbentő volt most, hogy szerdán az istentiszteletükön részt vett egy francia lelkész házaspár, és akkor ott elmondták, hogy például, ha bizonyos kérdésekben arról beszélnek, hogy az bűn vagy nem bűn, akkor börtönbe zárhatják. Már ki sem mered mondani, hogy miről beszél. Igen, kimerem egyébként mondani, hogy a homoszexualitás bűn vagy nem bűn, tehát ha ezt a kérdést feszegetik, akkor azért börtönbe zárhatják őket, majd ha emiatt letilt a YouTube, akkor hát Istenem, és mondták, hogy igaz óvadékért ki lehet jönni, hát akkor mi elég sok óvadékra gyűjthetnénk szerintem, és itt szerintem nem, mi nem gyűlöletbeszédről, mi szeretjük a homoszexuális embereket, szerintem ez nagyon fontos dolog. Igen. És ezt mindig el is mondjuk, ez az érdekes, hogy ez nem egy titok, meg erre nem úgy rá kell jönni, hogy egyébként mi nem utáljuk őket. És szerintem itt izmusokkal vannak nekünk vitáink. Meg mozgalmakkal, ami nem az ember. Mint ahogy egyébként a politikában is nagyon rossznak tartom, ha valaki azért nem áll szóba másikkal, mert fideszes, vagy baloldali, vagy bármi. Igen, hazánkos. Hát ezek ideológiai világnézeti viták, és nagyon nem korrekt dolog, hogy így el van hallgatva. És jó lenne, ha lehetne fél. Vita. Igen, miért ne lehetne vitázni erről? Igen, és ugye tök örülök, hogy mondtad egyébként, hogy a politikai párbeszéd, meg az ideológiai párbeszéd milyen fontos, és hogy nem mondjuk mi se soha, hogy tiltsanak le másokat. Hát tényleg, hát hogyha most én felmegyek az internetre, és megfogom bármelyik balliberális ideológiai beállítottságú YouTube csatornának a csatornáját, és én beleásom magamat,
garantáltan fogok találni olyan tartalmat, amiben vagy uszítanak, vagy gyűlöletet keltenek. És ha már gyűlöletbeszédről beszélünk, akkor én így kíváncsi lennék, így most ez egy nyitott kérdés, amit majd a YouTube is nyugodtan megválaszolhat, hogy hogy van az, hogy, hogy valahogy mindig egy ilyen nagyon specifikus, hát egy kicsit ilyen túl exakt részére korlátozódik a gyűlöletbeszédnek a behajtása, ugyanis amikor mondjuk a Partizánon történik uszítás, vagy amikor a Telexnek az adott videói azok, amik akár egyébként jogsértő módon mondjuk üldöznek politikusokat, tehát úgy férkőznek bele mondjuk az ő személyes szférájukba, én már mondom azt, hogy ez egy rossz műfaj, és ennek meg kell szüntetni, csak mondom, hogy a gyűlöletbeszédnek és az agresszív tartalomkészítésnek ők is űzik rengeteg fajta formáját, és ahhoz képest, hogyha most mondja egy keresztény konzervatív gondolkodású ember, hogy neki az ő világnézete szerint mi az elképzelése bizonyos dolgokról, sőt, igazából ez már egy rég elhagyott szint, már ha azt elmondja, hogy egyáltalán a biológia az biológia, akkor onnantól kezdve már egy olyan, egy ilyen tényleg negatív diszkriminációt kap, függetlenül attól egyébként, hogy most a politikai paletta másik oldala is milyen módszerekhez folyamodik, hogy azért szerintem ez nagyon elgondolkodtató. Fangsúlyos kiemelni, hogy mi mindig is figyeltünk arra, és most is így volt, és mind a többek között azért is, mi szeretnénk együttműködni YouTube-ban, meg nem a YouTube ellen, hogy mondjam, konspirálunk, vagy nem az a szándékunk, hogy akkor most minél több olyan kontentet publikálunk a YouTube-ra, amit akkor most csak hát tiltsanak le, hadd legyünk akarunk, áldozatok. Mert azért, legyünk őszinték, azért a konzervatív oldalon is ennek megvannak nemzetközi és itthoni szinten is ezeknek a különböző szintjei, hogy mondjuk valaki már szándékosan azt az ilyen, tényleg már ugye megunta egy idő után, hogy már mindenért tiltanak, és akkor egy idő után már provokatíva tolja. Nekünk nem így van, egyrészt többek között azért is, mert jobb és baloldalról is szólaltatunk meg vendégeket, a cikkeinknél is, az összes írott, felolvasott, mondott anyagainknál, mindegyiknél figyelünk arra, hogy a tények azok pontosak legyenek, ha valamikor helyreigazításra kérnek minket, arra mindig készek vagyunk, tehát nem arról beszélünk, hogy mi egy ilyen provokatív módon a YouTube-bal direkt háborút vívnánk, hanem csak arról van szó, hogy most így elhangzott egy olyan mondat, amiről mi nem gondoltuk azt egyébként, hogy ez bármikor is problémát jelentene. Nem is tudjuk, hogy melyik mondat. Igen. És ezt ilyenkor nem írja meg konkrétan. Semmit, teljesen az a helyzet, hogy ez egy magáncég. És ezt felejtjük el, mert hogy akkora, hogy úgy gondoljuk, hogy most már vonatkoznak rá ugyanazok a morális dolgok, ami egy társadalomban egyébként kell, hogy érvényesüljön, de a YouTube azt bizonyos embereknek, bizonyos részvényeseknek a tulajdonában levő magáncég, ami úgy határozza meg a saját jogrendjét, ahogy akarja. És mivel nincsen ellene szabályozás, mert hogy ez egy nagyon jó eszköz rengeteg titkos szolgálat számára, tehát az adatok, amiket gyűjtenek, amiket kezelnek, azok hihetetlenül jól használhatók, ezért nem bántja őket semmilyen olyan entitás, aminek lenne hatalma. Az EU-ba nem hoztak valami szabályozást, ami nem sokára illetbelép. Mert hogyha megnézed, akkor nem tudod bizonyítani, hogy az, ami történik, az kinek a joghatósága alá tartozik, mert ez egy internetes felület, és hogyha mondjuk, mit tudom én, ezen vagy azon vagy amazon az országon keresztül megy végig, akkor kinek a joghatósága alá tartozik. Magyarul nem lehet megállapítani, és amíg nincsen egy egységes szabályozás arra, hogy ezt az egészet keretbe foglalja, meg rákényszerítse őket, hogy betartsanak szabályokat, küldenek egy e-mailt, hogy hát most én kiraktam Trumpnak a beszédét a saját csatornámra, és letiltották, vagy hát nem letiltották, hanem nem kapok rá pénzt, az akárhányan nézik meg, mert hogy a hirdetőknek aggályos tartalom van benne. De közben nincs benne semmi. És tegyük hozzá, hogy úgy, hogy közben lemennek a reklámok ugyanúgy. Egy így van, tehát benne van a reklám. Tehát ő keres, ráadásul nem is de adja oda az egész pénzt, hanem 30%-ot automatikusan lesarcol belőle, meg ki tudja, hogy hányan nézik. Például, amikor megnézed az egyik felületen, akkor 500 van, most mondtam egy számot, megnézed a másik felületen, a stúdió felületen, ott meg már 1500 van. Na most akkor melyik az igaz? Tehát az a helyzet, hogy ez egy magáncég, mi azzal, hogy használjuk a felületét, kiszolgáltatjuk magunkat, és addig a pontig, amíg ezt tudjuk csinálni, addig fogjuk csinálni, de egyébként meg mi is megbeszéltük, hogy nem teheted meg, hogy magadat cenzúrázod. Mert akkor végül is akkor együtt mozgunk, az így egész. Van, akkor nem vagy hiteles. Én egy olyan tartalomgyártásban sem a Hit Rádió felelős szerkesztőjeként, sem az Ultrahangnál nem tudok részt venni, ahol majd patika mérlegen kell kimérni, hogy csak nehogy a YouTube töröljön minket, és ezért mondom azt, hogy a személyes rendezvényeknek óriási jelentősége van. Andrissal pont tegnap este Tarlós István interjúját követően erről beszélgettünk, hogy fel fognak értékelődni az offline rendezvények. Pontosan
reményt, mert ha mindenhol le fogják csavarni a normális véleményeket, akkor tényleg visszajöhet az a korszak, amikor az újságok, tehát a nyomtatott sajtó is felértékelődik, ha még lesz olyan nyomda, aki kiadja, de azért úgy látom, hogy egyelőre igen. És a találkozásra épülő rendezvények is fel fognak értékelődni.